vagyok a gyakorlatilag 10. éve megrendezésre kerülő cosplay.hu partner, és a mai vendége pedig Molnár Andrea, aki az Amaitea háznak a tulajdonosa. Mesélj nekünk egy kicsit, hogy jött neked, hogy te ebbe fogsz felvágni, illetve hogy ezzel foglalkozol. Igen, ez egy elég tárgyalóinduló terv volt. Hát én az a szakmám, az jazz szakon végeztem, mint tehát művészet, nem éppen ebben az irányba tendelt a karrierem eleinte. De ugye idővel az ember rájön, hogy a világot irányító deszkák azok nem mindig elérhetőek, és így más irányba kellett nézelődnöm, elveszethetem a világba. De van egy 20 éves fiam most jelenleg, már 20 éves, és ő annak idején nagyon-nagyon szerette ezt a világot. Mondjuk természetesen én is megfogott Japán kultúrája, illetve maga az életszemlélete és minden, ami hozzátartozik, de akkor még ez nem volt lényeges. És a nagyfiam ehhez nézte, hogy nem igazán tudnak hova járni 15 éves korukban, nem mennek plázába, mert az annyira nem jó, amit csináljunk egy olyan helyet, ahova oda járhatunk. Ebből jött az ötlet, hogy legyen akkor egy teaházunk, de ha már teaház, akkor kötődjön azokhoz a rajzfilmekhez, amiket ők szeretnek, de ne legyen teljesen olyan, hiszen hallottunk előtte már volt, utánunk is biztos lesz, hogy próbáltunk ki a pár kicsit másik oldalát mutatni, az úgynevezett kavait, amit még idehozzá nem nagyon láttunk. Csináltuk a családdal, ez Ilde és Mond, ez egy két személyes vállalkozás volt, az édesanyám és én kezdtünk vele, elindultunk a kis gyurmai szövegtől, jártunk különböző ilyen fesztiválokon, most nem pont az idevágó fesztiválokra gondolok, hanem mondjuk például a Szeptember Fesztet abszolút nem idevágó pörkölt főző egyébek. És mondtuk anyuval, hogy csináljunk itt a házat, kerestünk egy megfelelő helyet, és kette így a négy kézzel, 6 hét alatt a tetőtől a pandásig, vagy a pincétől a pandásig, egy ilyen szociál számítógépteremből csináltunk itt a házat. És aztán, amikor így berendezkedtünk, akkor mondtuk, hogy jó, hogy van egy teaházunk, de valahogy csak kicsit szélesebb réteget kellene megfogni, mert hát nem jöttek a vendégek, és akkor mi legyen, reklám milyen, utána kérdezgettem a fiamon keresztül, hogy van-e valami kis összejövetel egyébként, amikor szoktak járni. Ők mint fiatalok, mert hallottam, hogy járnak évente ilyen események, és akkor mondták ki annak idején először a mondókont, és oda rádban mentünk ki, ugye úgy, tehát elkezdtük a sort előről, kimentünk a kis izékékkel, és aztán összeismerkedtem, illetve mondtam, hogy kikre keresnem, az ottani főszervezővel, és meg kérdeztek, hogy mi lenne, ha majd te a házon kell lépnek, és akkor mondtam, hogy jó, miért lepróbáljuk meg. És akkor így kerültünk be, így eleinte a világba. És aztán utána, mivel volt a teaház, én is figyeltem, hogy a japán típusú tradicionális játékokat nem nagyon láttuk, és mi szerettük volna egy ilyen japán fesztivál minél életben, egy kicsit hasonlót, mint ami mondjuk valaki jellemző felvonultatni, csak stilizáltan, ugye állatvédők és egyébként kizárva, ezért aranyhalat nem halászunk, stb. Lett helyett a például Luffy. És akkor így kerestük az ötleteket, és akkor úgy szintén édesanyjával, ez csak ilyen példa, hogy én is a körfűrész. Akkor voltam a sárgyal együtt 45 kiló, a körfűrész úgy szintén állni, és akkor én 280 forintot fát én, aki sose fogta meg. És 4 méteres szállapba, így toltuk a nyugat, végig a teaházba. Tehát ott készült el, abszolút családi volt a vállalkozás, így ketten pakoltuk össze, ketten vartuk le a rávalót, stb. Stb. És akkor lettek olyan ön, Vilomóni, aki most is történő mellettünk van, ő összelegette össze itt az infókat, hogy mi, és hogyan egy kicsit átlagított, és akkor így mondtam. Na, hát így. Mi volt a legnagyobb kihívás e tekintetben, amivel így meg kellett küzdenetek? Több is volt. Szerintem az a mai visszagondolok, tulajdonképpen kihívások sorozatával álltunk szemben. Az mondjuk nagyon meredek volt, amikor először kiröppent a fejemből, hogy elhatároztam, és akkor egy közösen napot segítette a házat, és akkor így, tök jó, tök jó, tök jó! Fizikailag ott van minden, és akkor álljunk meg, és akkor hogy kell gyártani, tehát körülbelül így idézőjelben, akkor úgy lesokkolottunk, amikor megtalált, az ingatlan előbb volt meg egyébként, mint maga az ötlet, tehát hú, tök jó helyen van, kiderült, hogy egyébként nem annyira, de nem baj, azért már mi ott vagyunk. És akkor így bementünk ebbe a kis galériázott kis teremnek, nem tudni, és azt mondjuk, úristen, és akkor így kettel álltunk,
édesanyám is jó elsőnek. És aztán, amikor megvolt, akkor az alap, nem ugye az alap, akkor azt mondjuk, hogy hú, ez volt az első, ami nagyon nagy volt, aztán amikor jött az, hogy csináljunk maturit, és akkor hát minimum legyen mondjuk ez volt az indítás, nagyon nevettük a végének, ha legyen 20 játék, és végig gondoltam, hogy jó, lesz a 10-nek első körben, és ebből lett az a 8, ami meg is valósult. Az is nagyon meredek volt, az is ilyen éjszakában nyúló magyarázós, rajzolás, tervezés, utána a nyersanyag beszerzése, aztán az emberek vállaltása, hogy eleve ennyi ember, 25 volt. Ez azt jelenti, hogy az első maturi, ilyen a 4 főtől, így ugrottunk a 25-re, menet közben még csapottak hozzá munkatársak. Azt kell mondjam, hogy ami még nagyon megviselt, az a harmadik, mert három nagy igazság, hogy azért ez egy nagyon szűk közösség. Tehát más mondjuk egy meg a vállalatnál dolgozni, vagy egy idővállalatnál, hogy az ember nincs olyan közeli kontaktban a munkatársaival, itt nagyon szorosan vagyunk. Ez írd és mondd, azt jelenti, hogy ilyen 25 négyzetméter előtt össze vagyunk zárva, mint mondjuk 10 órát. Tessék is, hogy milyen rendezvényeken vagytok jelen, illetve hogy milyenekre akartok még eljutni? Jelenleg a Mondokonon vagyunk jelen. Azért mondom őket először, mert hogy mindig így sorrendben rakom időbe, hogy hol kezdtünk. Aztán utána próbálkoztunk a Play-t-ra jönni. Szoktunk, most így egy egész évet végig futottunk velünk, és a cosplay.hu volt, ugye természetesen, most ez a, hát szerintem harmadik talán akciónk, mert valami emlékszem, harmadik vagy a negyedik, már nem tudom így soron követni, hogy mennyi, és az a helyzet, hogy nagyon szeretnénk kifejlődni külföldre, de ez nagyon egyszerű, most az első, most lesz a Comic-Con talán a bécsi, most lehet a többi. Igen, az bocsánat, az ország. Hogy érzed, hogy ez mennyire fogja kinőni magát? Az én terveim, én egy ilyen megalomán fajta vagyok sajnos, ezt nagyon-nagyon-nagyon gyakran megkapom az ismeretségi körömből, amikor mondom, hogy áll a gyerekek minden holó körött, és így mondjam, hogy figyelj, nem te lennél, nem szoktál még nyílni, és miért nem tudsz egy picit kisebb, és akkor én mondom, ha kicsit csinálok, akkor abban nem lesz semmi, úgyhogy én azt vallom, hogy álmodj nagyon, aztán abból úgy egész sok megmaradható. Nem nagyon merem pedzegetni, hogy mit, de szerintem így most az elmúlt 4 év tapasztalatát, már most azon a 4. év lassan, így összegyűjtáskolom, hogy van létjogosultság annak, amit meg szeretnék csinálni. Erre majd szerintem egy következő riport, a Mark Publikus lesz, itt jelenleg még nagyon nagy a titok. Mindenféleképpen a Japánhoz közelebbi lesz egy kicsit, és rajzfilm irányba is egy kicsit. Közelebbi nem anime, ezt is mondom. És én most abban az irányba indultam. Na, ez igen, igen, szeretnénk egy kicsit aktívabban részt venni, mindenféleképpen. Hogy ezt a 4 évet áttekinted, mi az, amire a leginkább büszke vagy, hogy ezt megvalósítottad így az egészből? Nem tudom kiszedni részeket, büszke vagyok a munkatársaimra. Borzasztóan lojálisok, iszonyatosan teherbírók. Itt mondhatok neveket, hogy ők is megjelenítsen. Tehát például a programszervező bírom, ami fantasztikus. Olyan embereket ért el külföldön, és így beszélek japánról, csak a munka kedvére elkezdett japánon belül. Ez így ennyi. Tehát minden mond olyan beszállította rá nekünk, hogy szerintem tíz új. Nagyon-nagyon, akkor Molnár Anasztázia például. Azért mutatom be őket, mert nem nagyon sokan. Ő készíti az összes terméket, szóval aki vett nálunk valamit, az ő kezem munkáját kíséri, én pedig csak meccsen alkotó típus kérdőt megszervezem. Aztán természetesen édesanyám, ha van meg is lenni Éva, ő így mondja, ő az, aki a kezdetektől fog támogatott, ő szab le mindent, tulajdonképpen ő felelős az adásért, és az, hogy annyi minden megvetett tőlünk, az úgy megköszönhető, és a legújabb tagunk, Ádám Sebastian, ő pedig tervez, tehát ő most az új irányzatunk, illetve nagyon-nagyon sok grafikákat munkunk is. Úgyhogy így vagyunk. És hát én vagyok az, aki kitalálja, ők meg elszörnyednek, és azt mondják, hogy nem áll, azt mondja, Andi már megint, nem lehetne valami egyszerű, de támogom azt, hogy egyszerű. Így vagyunk mi most már. Jó, ha
hangzik. Na hát sok sikert kívánunk a továbbiakban, és